A kőbányai Szent László templom látványa jól ismert ékessége a városnak, ha pedig valaki különleges zenei élményre vágyik, érdemes megtapasztalni a csodálatos akusztikát. A 18. Ars Sacra Fesztivál egyetlen kőbányai rendezvénye volt a minap. A művészek Telemann, Vivaldi, Handel, Caccini és Mozart zenekari, oratórikus és a cappella műveiből adtak elő. Az Ars Sacra Fesztivál egyházzenei áhíta című műsorának házigazdája a kőbányai Szent László kórus és Somogyvári Ákos karnagyot a koncert előtt arról is kérdeztem, hogy mi újság van a házuk táján. Éppen az imént hirdettem ki, amikor próbáltunk a kórusnak, hogyha meg tudjátok ismételni azt, amit szinte napra pontosan egy hónappal ezelőtt a Mátrában öregbítettük, azt merem mondani kőbányának a hírét, mert az ottani hallgatóság mondta, hogy ember emlékezett óta, de ők egy emberöltöt mondtak, nem hallottak úgy kórust és zenekart és oratórikus művet előadni, hogy a zenekar, szólisták és kórus egyszerre legyen, és a három falu templomának az újra szentelés, újraavatási ünnepsége volt augusztus 19-én 20-a előestéjén, és ennek eredményeképpen a mátrai pap barátom Dobák Gábor atya kérésére Mozartnak a Requiemjét volaltattuk meg több kis darab kíséretében is. Egyébként, hogyha a 20-át említettem, akkor természetesen elhangzott Kodály Zoltánnak az ének Szent István királyhoz című gyönyörű műve is a kórus részéről. Kedves karnagy úr, azt megszoktuk már, hogy itt a Szent László templomban zenei csemegéket, zenei különlegességeket szoktatok előadni. Ma mi lesz? A Szakrális Művészetek hete rendezvény sorozatán belül úgy tudom, az egyetlen kőbányai hangversenyre kerül ma a sor, és olyan kiváló művészeket hívtam, akik hát régről, vagy nagyon régről kedves kollégáink. Nem illik, hogy a hölgyeket hagyjam hátra, de ha Csáki Andrást említem, a gitárművészt, aki egyébként tavaly kapott Liszt-díjat, olyan kimagaslóan gitározik, és olyan hihetetlen eredményességgel verte végig a világot ezen a hangszeren. Szóval ő nekünk gyerekszólistánk volt 25 évvel ezelőtt, és most két gyermekes apukaként is ugyanolyan barátsággal jön az első szóra, és fog ma éppen egy Vivaldi gitárversenyt játszani. De hogy a hölgyeket se hagyjam ki, Kővári Eszter Sára állandó szólistánk, aki a templom kórusában is énekel állandó jelleggel, és amikor szóló szerepek vannak, akkor szólózik is. Három kisebb számban is közre fog működni a misén is, és az azt követő hangversenyen is, illetve hát a szintén nagyon kedves barátomnak mondhatom, körülbelül 15 éve, Schnüller Szabinát, aki ugyan Svájcban él, de azt gondolom, hogy az első hívó szavamra 15 éve időről időre jön, és Erkel művek bemutatásában, bármilyen romantikus opera ária eléneklésében, Gyulán, Budapesten, és először most Kőbányán, egyébként Mozart a zenéjével fog közreműködni. Mozart Exultate Jubilate nagyon híres és nagyon nehéz motettáját fogja, három tételes motettáját fogja bemutatni a Caritas Collectio kamarzenekar kíséretével. Hogy esett erre a darabra a választás? Mind a két szólista nagyon szereti ezt a darabot, a hölgyekről beszélek, és hát azt nem mondom, hogy sorsot húztunk, de megbeszéltem velük, hogy melyikük énekli ezt a darabot, és melyikük Caccininek az Ave Máriáját, a Laudato Dominumot szintén Mozarttól, illetve a mise keretében pedig egy Vivaldi Gloria tétel fog elhangozni értelemszerűen Sárának az előadásában. Egyébként ketten együtt is fognak énekelni, ez az ő debütálásuk először, Mozartnak a Subtum Presidium duettjét fogják elővezetni, ami nagyon-nagyon ritkán hallható, és azt gondolom, hogy szintén egy kuriózum számba megy.
Az Est egyik szólistájától, Kővári Eszter Sárától azt is megtudakoltam, hogy szerinte milyen a fiatalok és a szakrális zene viszonya. Fiatalok is nagyon szeretik a szakrális zenét. Én azt gondolom, hogy bevonzani nehéz őket, behívni, és ha már ott vannak, akkor nagyon szeretik. Rólam ismert, hogy én egészen kicsi gyermekekkel is foglalkozom, és velük is éneklek nekik is egyházzenét, úgyhogy azt bízom benne, és hát a remény a legfontosabb, hogy mindenképpen át tudjuk adni ezt a fantasztikus zenei értéket. Az egyházi zenének nyilvánvalóan vannak klasszikus darabjai, de vajon születnek-e újak is? Hogy ne, rengeteg kortárs szakrális zene születik, és egészen fiatalok is, tehát 30-20 éves zeneszerzők is írnak darabokat, a nagy, hogy úgymond kortárs mogulok mellett is, úgyhogy ezeket is rendszeresen előadjuk, és ezek közt is sok sikerre méltó darab van. Rohanó világban élünk, a szakrális muzsika viszont más tempót diktál. Milyen érzés előadni, énekelni? A rohanó világ mellett rendkívül fontos az, hogy a hitünket megéljük, és azt gondolom, hogy megnyugtató, illetve felemelő érzés mindig szakrális zenét énekelni. A tempóra visszatérve itt is vannak gyors tempók is, itt is van vidámság, de azért a felemelkedett zene mellett az ember lelke is telítődik rendszeresen. A publikum hangulatát, esetleg annak változását lehet érzékelni? Hogyne, abszolút, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés, együtt lélegeznek velünk tulajdonképpen. Még a kevésbé ismert daraboknál is érezhető ilyenkor mindig egy teljesen más áhítat. A koncert másik szólistáját, Schnöller Szabinát arról kérdeztem, hogy az előadó lelkére vajon hogyan hat ez a muzsika? Terápia, abszolút terápia. Csodálatos a zene amúgy is, de szerintem Mozart meg Bach az csak gyógyír. És még egy ilyen a privát élethez kapcsolódó kérdés, hogy tudnilik, manapság nagyon eltolódott a zenehallgatás is a mobiltelefonok világába, tehát az a fajta minőség, amit mondjuk egy sztereó berendezés képvisel, most az élőzenét nem is mondom, az nyilvánvalóan más, úgy tömegesen. Erről mit gondol? Hát azt, hogy különösen az énekhang, az soha nem adható vissza semmivel, még a legjobb felvétellel sem, hiszen az élő énekhangnak olyan rezgése van, ami ezt teljesen bizonyított, hogy a legmélyebb módon hat a lélekre, és ezért vannak olyan katartikus koncertélmények, amikor vokális műveket hallgat a közönség. Ez természetesen soha nem adja vissza semmilyen felvétel sem, de én egy, hogy is mondjam, egy konzervatív ember vagyok, és én megmondom, hogy én otthon bakeliten hallgatok mindent. Tehát én nem vagyok hajlandó mobiltelefonon semmit meghallgatni, mert borzasztó. És még megvan a kazettás magnóm is, úgyhogy kazettákat szeretek, és elkezdtem a párommal gyűjteni, és egy nagyon komoly bakelit gyűjteményünk van, mint klasszikus zenében, mint jazzben, úgyhogy én annak a híve vagyok, mert ha már hangzás, akkor az természetesen egy megfelelő hangszórókkal és lemezjátszóval, na az egy élmény. Szokott álmodni szakrális zenével? Nem álmodom, vagy általában, hogyha azt álmodom, hogy énekelek, akkor hirtelen az álmaimba elmegy a hangom, vagy nincs nálam a kotta, és mindig egy ilyen rémálom, hogy nem fog eszembe jutni, hogy mit kell csinálnom a színpadon. A valóságban azonban azt hiszem, ilyesmi nem nagyon fordul elő. Milyen érzés, amikor az ember elkezdi a közönséget érzékelni? Hát ez egy csodálatos érzés, főleg akkor, hogyha a közönség rezgései találkoznak az előadók rezgéseivel, tehát hogyha egy pozitív visszajelzést kapunk, és akkor ez az energia csak nő és nő, és nyilván a zene mellett ez egy hihetetlen, hihetetlen érzés. A művész és hangszerének kapcsolata mindig érdekes. Erről kérdeztem Csáki András, Liszt-díjas gitárművészt. Több gitárom is van, tehát a gitárjaimhoz való viszonyomról tudnék beszámolni. Most például van egy viszonylag új gitárom, ez egy másfél éves szerzemény, ez egy 200 évvel ezelőtti hangszernek a kópiája. Ugye a gitár az nem olyan, mint a hegedű, tehát ezek általában szétmennek ezek a hangszerek, ezek az idősebb hangszerek, ezért legtöbbször kópiákat használunk régi hangszerekből, és nagyon-nagyon szeretem például ezt a hangszert, egy teljesen más hangzása van, mint annak a gitárnak, amit ma fogok használni, de hát az ember a gyermekei után szinte a következő családtagnak tekinti a hangszerét, a gitárját.
Nemrég Pádovában jártam Olaszországban, és véletlenül bekukkantottam egy hangszerkészítő mesternek a műhelyébe, jó nagy üvegablakok mögött gyönyörű hegedűket, és ahogy láttam, még gitárokat is készített. Ez mennyire általános? Ha csak arra gondolunk, hogy például Paganiniről is ugye az köztudott, hogy a egyik legvirtuózabb hegedűse volt a kornak, talán kevesebben tudják, hogy mellette gitározott is. Tehát ez egy gyakori kombináció, különösen Olaszországban. Most az, hogy pontosan aki hegedűt készít, az készít-e gitárt, mindenki, én erre nem esküdnék meg, sőt inkább azt mondom, hogy aki jó gitárokat csinál, és ilyen mesterszintű gitárokat csinál, az eléggé csak a gitárra specializálódott általában. De nincsenek ezek a hangszerek egymástól olyan messze, húros-húros hangszer. Játéktechnikában különböznek. Van a világnak olyan országa, olyan régiója, amely gitárkészítés szempontból a csúcs? Megoszlanak a vélemények, ugye hát egyből Spanyolországot mondaná mindenki. És tény, hogy a spanyol hangszerek azok a tradicionális építésmóddal nagyon-nagyon jók, én is nagyon-nagyon szeretem, nekem is van spanyol gitárom. Viszont a gitár egy viszonylag mondjuk a hegedűhöz, csellóhoz mérten egy fiatal hangszer, még fejlődő hangszer. Úgyhogy például az elmúlt évtizedekben is egyfolytában azon kísérleteznek a készítők, hogy egy kicsit hangosabbá tehessék. Erre vannak különböző iskolák, van egy ausztrál iskola, van egy holland-német iskola, mindenki mással operál. Van, aki két vékonyabb fát ragaszt össze fedlapként, és ezáltal próbál hangerőgyarapodást elérni. Van, aki csak egy nagyon vékony fedlapot hagy, és azt viszont nagyon erős bordázattal erősíti meg, ez az ausztrál iskola például. Sokféle iskola van mostanában. Ennek a hangszernek az a sajátossága, hogy a szomszédok szeretik, mert kevésbé hangos, mint mondjuk egy trombitához, vagy egy pozához képest, ugye teljesen más hangerő szintet képvisel, de a koncerttermekben sokszor ez nekünk hátrány, nem szól akkorát a hangszer. Önnek a gitár volt az első szerelme, vagy ez már a többedik kapcsolat? Nem, hűséges típus vagyok, a gitár volt az első hangszer, amin játszani kezdtem. Még az iskolában az osztálytársaim kezében láttam először, és nagyon rendesek voltak, kölcsön adták nekem, így a délutáni tanulás után, és kicsit megpengedhettem, és igazából szerelem volt első látásra, ami tartósnak bizonyult. Rögtön érezte, hogy ilyen tehetsége van hozzá? Az elején nem a tehetségen gondolkodtam, sőt, inkább azt mondanám, hogy például még az elején a Hajlika megyfáig édesanyám jobban haladt a dologgal, mert akkoriban én nagyon szerettem volna már az egyszólamú dolgokon túl lenni, és több szólamú darabokat játszani, de hát ugye be kellett tartani bizonyos pedagógiai okokból a lépcsőfokokat, úgyhogy az elején anyukám sokkal jobban haladt, avval próbált engem biztatni, hogy leült a gitárról és gyakorolt, hogy egy kicsit piszkálja a büszkeségemet, hogy jobban el tudja játszani. Aztán, amikor jöttek a több szólamú darabok, akkor azért a lelkesedésem sokkal, sokkal nagyobb lett, és akkor talán most már anyukám azért nem gitározik jobban, mint én. A szakrális zene hogy illeszkedik az ön érzelemvilágába, a repertoárjába? Ugye szoktunk, én nagyon sok Bachot játszom, pont egy évvel ezelőtt szólalt meg a Zeneakadémián Johann Sebastian Bach összes landműve, ami egy elég komoly vállalkozás volt, 2 óra teljes Bach zene, úgyhogy ilyen zenéket gyakran szoktam játszani, én szeretem abszolút ezt a... Ön nagyon sok felé ismert és elismert művész. A különböző nemzetek, a különböző kultúrák viszonya az ön művészetéhez az milyen? A gitár az eleve ezt meghatározza, maga az irodalma. Nekünk elég sok spanyol repertoár van, latin repertoár van, amit játszunk. Én amikor megszerettem ezt a hangszert, ennek a hangszernek a hangzását, az is leginkább ezeken a spanyol darabokon, ezeket hallgattam akkoriban, Andrés Segovia előadásában. Tehát én ezt a műfajt szeretem, de igazából az is nagyon jó ebben a hangszerben, hogy eléggé sokoldalú, tehát sok mindent lehet vele csinálni, ha csak belegondolunk, hogy kimondom azt, hogy gitár, ez lehet popzenekarban is egy hangszer, lehet egy basszusgitár, lehet egy klasszikus gitár, amivel akár Bachot lehet játszani, tehát nagyon sokoldalú hangszer. És én ezt szeretem benne.
Az a jó, hogy az ember mindig föl tud újabb dolgokat fedezni magának. Flamenco irányába el lehet menni, ugye, ami kifejezetten ilyen andalusz népzene, de lehet jazzt is játszani rajta, lehet reneszánsz zenét is játszani rajta, szóval nagyon, nagyon sok oldalú ez a hangszer, és ezt szeretem benne. Gondolom nem elsőként kérdezem, de mindenkit érdekel, hogyha ilyen szinten muzsikál valaki, akkor mennyi gyakorol? Mindig változó, nekem is ugye családom van, elég sokat is tanítok, de hát 2-3 órát azért mindig igyekszik az ember. Amikor tanultam, akkor volt több is. Úgy alakult át az életem, hogy próbálom sokkal-sokkal koncentráltabbá tenni és hatékonyabbá a gyakorlásomat. Tehát régen lehet, hogy többet gyakoroltam, illetve biztos, hogy többet gyakoroltam. Volt egy konziba 12 órát is akár egy nap, tehát hogy szinte tényleg csak ettem és mosdóba mentem ki. Manapság ugye ezt már nem engedheti meg magának az ember, úgyhogy nagyon a hatékonyságra törekszem. Ugye az emberi agy tudva levőleg csodálatos, az, amit egyszer megtanul, az ott marad, vagy frissíteni kell? Sajnos nem. Biztos vannak olyanok, akiknek ott marad, mindig frissíteni kell, szóval mindig felújításokat kell rajta végezni. Jó esetben a szerkezete a dolognak megmarad, és akkor csak egy lakásfelújításról beszélünk, nem kell újraépíteni az egészet, de nagyjából úgy képzelném el, mint egy épületet, amiben laknak gyakran, és időnként fel kell újítani ezt a tudást, hogyha az ember nem játssza az adott darabot sokáig. Tanítványoknak milyen érzés átadni, főleg akkor, hogyha esetleg nem olyan jók, mint ön? A tanítványokkal én nagyon-nagyon szeretek dolgozni. A tanítás az számomra is egy tanulási folyamat, hiszen nagyon különbözőek vagyunk, és a tanítványaimnak teljesen másfajta problémái vannak. Van, ami nekem például nehéz volt, és nekik nagyon könnyen van, és van, ami fordítva van. Tehát egy folyamatos gondolkodást igényel, ráadásul személyre szabottan, ugye nálunk ez egy nagyon nagy előny, hogy mi ketten vagyunk csak egy ilyen főtárgy órán, tehát én személyre szabottan tudom az adott tanítványomnak, vagy próbálom az adott tanítványomnak kitalálni azt, hogy mi lenne az ő előrehaladásának a szempontjából a legjobb metódus. Nos, akkor halljuk Csáky András egyik hangszer családtagját.